részére. A tápiószőlősi polgármesteri hivatalban tartottak egyeztetést a Pest megyei polgárőrök. Az éves találkozók egyik állomásaként járási fórumon vitatták meg az aktuális problémákat a Pest megyei polgárőrszövetség tagjai. Először tápiószőlős polgármestere dr. Szoboszlai Árpád köszöntötte a résztvevőket, aki köszönetet mondott munkájukért. A szövetség elnöke dr. Bilisics Péter elmondta, az idei évet leginkább a migráció határozta meg, hiszen mintegy 10 000 órában teljesítettek szolgálatot a Pest megyei önkéntesek a Bács-Kiskun megyei határszakasznál. Nagyon szeretnénk, hogy egy picit megnyugodjon a társadalom, megnyugodjon a polgárőrség is. Rengeteg feladat volt, hiszen földön, vízen, levegőben a polgárőrök, ahol a szükség volt, ott nyújtottak segítséget, és szeretnénk összegzésként ezt az év hátralévő időszakát úgy kihasználni, hogy értékeljük a munkánkat, levonjuk a tanulságokat, és a jövőképet alakítsuk ki 2023-ra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetnek, hiszen feladat akad bőven most is. Készülünk arra, hogy a tél víz idején ugye az illegális fakitermelést lehetőség szerint a külterületeken visszatartsuk, megakadályozzuk. Ugye ebben az évben nagyon fontosnak tartottuk, hogy a parlagfüves területeknek a felderítését, az illegális szemétlerakásra is figyelmet fordítsunk a tanyasias világba. Rendszeresen keresik meg a kollégák az ott élőket, hogy segítséget nyújtanak itt a bevásárlástól kezdve, a gyógyszerbeszerzésig minden előfordulhat, illetve nyilván hát a prevenciós jelenlét nagyon sokat számít, egy-két emberi szó, egy-két jó szó. A fórumon több napi rendi pontot is tárgyaltak. Szó esett a közlekedés és közbiztonság szerepéről. Megvizsgálták a lehetőségeket, hogyan növelhetnék érdemben a lakosság biztonságérzetét, hiszen a szövetség munkáját a folyamatos fejlődés, megújulás és a hatékonyság jellemzi.